Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Jelenleg 23 református egyházi fenntartású óvodáért és 23 általános iskoláért felelős a Duna melléki református egyházkerület vezetőjeként Balog Zoltán, aki kijárta a bicskei pedofil segítő elnöki kegyelmét. Tehát Balog Zoltán a mai napig több ezer gyermekért felelős. Miközben a saját hívei előtt úgy beszélt a református közösségbe befurakodott pedofilokról és pedofil segítőkről, hogy még Jézus tanítványai is hibázhatnak, sőt a reformátusoknál a kutyából is lesz szalonna. Tehát Balog lényegében azt mondta, akár a pedofilok is foglalkozhatnak gyermekekkel. A demokratikus koalíció két dolgot követel. Az egyik, hogy Balog Zoltán mondjon le az egyházi tisztségeiről. A másik, hogy az Árnyék kormány gyermekvédelmi programja alapján egy független szakemberekből álló vizsgálóbizottságnak kell kivizsgálnia, hogy történtek-e visszaélések gyermekekkel szemben a Balog által felügyelt egyházi óvodákban és iskolákban. Balog Zoltán továbbra is mentegeti az általa védelmezett orbáni pedofil hálózat tagjait. Ezért azonnal távoznia kell a gyermekek közeléből. Mi DK-sok ki akarjuk söpörni az orbáni pedofil hálózatot, és vissza akarjuk venni hazánkat Orbán milliárdosainak zsebeiből. Erről szól a szociáldemokrata fordulat, amelyre Dobrev Klára vezetésével készülünk. Tisztában vagyunk vele, hogy Balog Zoltán egyházi pozíciót tölt be, de itt 46 óvodáról és iskoláról van szó. Itt több ezer gyermekről van szó, akiket Balog Zoltánra bízott az Orbán kormány. Az ő védelmük nem az egyház, hanem az állam felelőssége. Ők a magyar gyerekek, akiket meg kell védenünk az orbáni pedofil hálózattól. Ezért Balog Zoltánnak nincs helye a gyermekek közelében. A demokratikus koalíció tehát két dolgot követel. Az egyik, hogy Balog Zoltán mondjon le az egyházi tisztségeiről, a másik, hogy az Árnyék kormány gyermekvédelmi programja alapján egy független szakemberekből álló vizsgálóbizottságnak kell kivizsgálnia, hogy történtek-e visszaélések gyermekekkel szemben a Balog által felügyelt egyházi óvodákban és iskolákban. Balog Zoltán továbbra is mentegeti az általa védelmezett orbáni pedofil hálózat tagjait, ezért azonnal távoznia kell a gyermekek közeléből. Mi DK-sok, ki akarjuk söpörni az orbáni pedofil hálózatot, és vissza akarjuk venni hazánkat Orbán milliárdosainak zsebeiből. Erről szól a szociáldemokrata fordulat, amelyre Dobrev Klára vezetésével készülünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!